Szép napot kívánok! Ma megmutatjuk, hogyan készül a klasszikus beigli. A zsírt a liszttel összekeverjük, és a hűtőbe tesszük. A tojásokhoz adjuk a vaníliát, a tejet és a citromhéjat. A hűtőből kivett tészta alapanyagot összegyúrjuk, majd hozzáöntjük a teljes részt is. Amint a tészta összeállt, osszuk 4 részre. Közben elkészítjük a tölteléket. Először a dióst. A hozzávalókat tegyük fel forni, majd forrázzuk le vele a dió morzsa alkotta száraz anyagokat, és keverjük össze. Ugyanezt tegyük a mák töltelék elkészítésekor is. A lehűlt tésztákat nyújtsuk ki téglalapokká. A tölteléket úgy oszlassuk el rajtuk, hogy a tészta minden oldalon 1 cm-rel szélesebb legyen, majd tekerjük fel a beigliket, buborékmentesen. Kenjük le a beigliket tojással, és 200 fokos előmelegített sütőben fél óra alatt süssük készre. Ha túl gyors lett volna, laptopkonyha.hu